Na gyere, gyereke! A papa, mama tényleg elvisz a presszóba. Most biztonság van, mama alszik. Véletlenül az altatóját vette be a hasajtója helyett. Kicserítem neki, véletlenül. Éjjel majd nem unatkozik. Nagy dolgok lesznek. Badeszkaltam a kártérítjét, és kivettem a vécepapírt. De nem smiglítettem a helyébe. Én nem vagyok olyan, a szokvány. Raspolyt hagytam neki. Az nagyon puncúcsa. Kocog majd a mama. Csak majd mossa is el. Na, hozd a nyuszi motrot, az gyere. De. Akarsz jönni itt, de. Kapsz fagyit. Te, hogy fáj a torkod, azt csak úgy érzed. Ha milyen katona lesz ő? Ha lövik a lábad, akkor is kényeskedsz. Hát akkor lehet. Már az ma valami. Pláne, ha mindkettőt. Akkor lehetja fogni. Na de kis torogyi. Ugyan ma. Különben is jóra a fagyi. Talán. Na, gyere! Ugorasz pocsolyába, páros lábba! Szarasság, hát, ha nincs tócsa, majd lesz. A papa csinál neked. Ugyan, ugyan. Hát még szél a kis szikla arra a presszó mögött a bokrosnál. Na, abból nem fakasztok vizet. De mégis lesz a tócsa. A papa pössen neked. A kutyák is oda járnak. Átgázulhatsz a pisapocsolyán, a nyuszi motorral. Nem, nem fullod le, majd a papa nyomga azt. Tud anyul úszni, ha két éti? Nem, nem, te se fulladsz a húgytóba, papa nem a Nilus. Hát a kutyák meg jó, ha egy decit adnak. Na, gyere már, elfogy a fagyi. És melik torkod faj. Nagyon? Akkor tényleg gyere. Három kupica kölyök pálinka, azt kivesszük a mandulát. Ha ott a bőlér kuszti. Ővé a megye legjobb bicskája. Hárélni vette, meg niskarolni, de majd leöblítjük. De hogy fog fajni a mandulád? Hát már nem is lesz. Jó, akkor ha visszakéred, majd a mama visszavarja. Az se fog fajni mamának. Mama szépen var, még ki is hinzi. Neked lesz a legszebb mandulád a moviba. Jó, a jeledet is belehinzi a utolsó vacsorát. Ma nem az a jeled, ha nem. De ha kitalálom, gyűssz és akkor menjünk. Na, arra gondolkodjam. Vibrátor? Nem? Hát akkor meg mi a fasz? Kombájn? Az se? Hát én pedig másban nem tudok. Ha csak nem? Elidegenedés? Na, ugye, hogy kitaláltam? Jó jár, majd a mama ráimzi. Szeresse Marxot. A tőként tartja a imakönyvit. Na, gyere, hozd a nyuszi motrot. Easy Rider lehet, csoki bácsi! Nézd, hogy néz az a motor. Jaj, de gyaranyosan néz, olyan hülyén. Na, tényleg hozd a nyuszi motort. Ne a mamának köljön azt is. Igen, ő is jön. Majd, ha felébredt. Értünk, talicskálva. Hazafele abban gyűjünk. Urasson, nem angyalog. Fitta mama, már sportoltatom. 13-szor nyárt nyanyatankos gyorsulásit. Éjszaka illegálisan. Csak az idén. Elsőként szökkám fel a Tesco buszra. Hát járási bajnok. Ő a falu hosszú katinkája. Én meg a tuszapja. És talicskát is jól tolom. De még jobban húz. Hungarian riksa. Már tudod, kisanokám, a mama meghajtású talicska, a korhály kabrió presszó taxi. A mama meg a Uber. Ostort is viszünk. Mert a kaptatón a mama mindig meglassul. Segítünk neki megdönteni a rekordját. Jó nagyaka köré csendítünk, ugye gyerek? Persze nem élesben, hanem csak vakostorral, fehér nyelivel. Szalad majd a mama. A hashajtó is buzdítja. És ha 10 percen belül teljesít, karácsonyra kapuj gurtnit a talicskára. Fő ajándékként meg befúvok magam után a vécébe. Hadd már séjjel büszkén fűnek falnak. Ezek meg csak irigyeljék. Na gyere, hozd a motrot. Ne kelljön annyit imádkozni. Nem jössz? Nem jössz. Na, akkor imádkozunk. De bizony. De bizony a papa is tud. Egyet. Csodakszó, mi? Na gyere, térdálj le. E a kutya szarba, ott a tyuké. Majd a mama kimossa. Ővi a tyuk. Most ma Dédi Évót, anyám tyukja. Hát mondjam azt is. De azt meg nem tudom. Na, imádkozzunk, ha ma letérdepültem majdnem. Ne menjen pocsékba. Tehát, ó, add uram a te végtelen kegyelmedben, hogy meglegyen a mindennapi kavártünk, miként a mennyekben, oképp a presszóban. Amen. De, így van. Ez az ima így van. Jó van, gyerek? Akkor megtanítlak a titkos főimára.
majd mondd azt a papbácsinak, hogy a mama tanította. Utána mehet az ima, csak aztán hajó jel, amikor dobja a kulcsot, csamóstú. Szóval, ó, ordurom a te végtelen kegyelmedben, hogy ne kelljen annyit imádkozni. Nekem, ennek a gyereknek. Na most már tényleg gyere, veszek neked a bucsus trafikban 8. utast. Plüsseilient, na? Nyaladzót. Megnyomod a buksiat, az gyűn a szájából a csiriz. Lók ki a lefagy. Nyali jumping. Lehet húzogatni, pengatni. Csipom, mint a rossad. De meg is adsz. Már a alien szajnád a nyalok erős pistolja. Itt tartja a mondás. És minden sava igaz. Orhodsz is vele. Hüttőbe hibernáltan. Nem rohantál előre. Na jó, nem bánom. Megnézzük a dökkutban a lót. Megszámolhatod, hány légy van az Underdose pozíján. Nem? Jó van, gyerek. Ha magaskodulsz, felraklak a kis vasútra felcsúton. Szétunod magad. Megtudod, milyen a magány. Nem győsz? Akkor gyűn Brüsszel. Megsérezzánsz. Ávisz a soros. Hát, aztán bátor vagy. Na akkor. Nem lehetsz kukas. Na végre, hogy megjött az eszed. Látod? Jól elő kell készülni. Nékem mindig két tárán van. A, meg B. A tárv, menünk A presszóba. B tárv, hónap is. És ha nem sikerül az A tárv, előrehozom a B-t egy nappal. A. Mintha már muzsikálnának is a presszóba. Ez valami Szent Zsoltár lesz. Áratancú szűzmarja szánt lélekkel, mikor összejöttek. Már ebben a diszkóban voltam, az is. Angyali szeráz. Hogocsok! A templomba. Igen, ámult a fosalsom. A papa meg majd szorul. Olyan savanyú tájfőt teszek a bablavásiba, hogy jobb, ha egyből a rütyin eszi. Nem hozhatod a nyuszi motrót, már bántsalja papbácsi fülit, amikor a pacsorok közt tizi rajtörözöl. Pláne pokulongyolai polóban, dartmaulósban, meg ilyesmi. Nem vagy te csoki bácsi. Attól, hogy a patróc kér, neked még nem kér. Pláne, amikor olyan szép zsoltárok vannak, ja Istenem, például a kis Jézus enni kér. Adidája, didita, didita, karom. Jaj, bátyanyori. Hát még, amikor rázendít a egész templomi kórus, ugye? Szoptat, ha sárkántő zsoltárnak is mondjak. Na gyere, imádkozunk-e marhajót, na? Kapsz finom ostyát.
Milyen finom. De ha Krisztus testa, olyan, mint a hamlott bőr, hogy Krisztus napozott-e és lesült? Hát én nem tudom. Majd megkérdez a papbácsit, de csak a szépen megetett a hostját. Nem? Hát mit akarna te Krisztus testinek? Tesco virslit? Mit? Koktél virslit? Hát az a kis Jézus teste, abból is csak részlet. Bár a legkisebb is számít. Na, gyere, lapozhatod a imakönyvben, keresedsz benne képet. Ja, már tudod, hogy nincs? De hát, ha ma van. Na jó, akkor veszek neked megint szent képet. Egy egész poklival, az kartyázhatsz a lalóval. Neki autós kartyája van? Hát aztán mire megy vele? Hát túl nem üdvözül. Hm? A temetőbe is beugrunk, ellenőrzünk pár pletykát. Ott lesz a Massi mama, a helyi Blik. Oknyomozunk. Megtudjuk, melyik legényű derült ki a hétén, hogy lejön természeti. Mit nem értesz? Hát, hogy ki lett ma meg buzi? Meg lesz Vika? Ti semmit nem tanultok abba a viba? Megkavárhatjad a sírcáfréjét, a vidős virágot. Na, gyere! Imádkozunk együtt Szűz Mária, ahol ország védőszent jövő. Bár sok tataja nincs, amikor szükség van rá, sehol sincs. Tatárja araskor szabadságon volt, a törökök alatt továbbképzésen, világos nál aludt, Trianonnal lekéste a vonatot, 56-ban meg diszidált. Hát ez is olyan, hogy csak csinálni neki, neki semmit. Na gyere, ma remek lesz a mise, papbácsi hatalmasod füstül, kiűzi a gonoszt a kápolnából. Közben majd végig a Soros bácsira kell gondolnunk. Aztán kiadkoz a Brüsszelt. Nagyon jól adkoz a mi papunk. Végig ötöse volt a teológiai kisegítő szakközépen adkozásból. Aztán meg imádkozunk Viktorunkért. Viszont ő az, aki megvéd minket, nem pedig a Szűz Mária, felkáni a harc is minket, Oahuban nincs parja. Ő az, aki oltalmat ad, Soros Ista kukik ellen, ő az, akit ad nagyanyád, nem pedig a Woody ellen. És szabadíts meg minket a Sorostól, ne vigyél minket Brüsszelbe, amen. Látom, nagyon csillog a szemed az imádattól. Hát akkor legyen meg a te akaratod. Na, még egyet Viktorunkért. Az 12 Soros köszöntő. Isten küldte őt mi nekünk, a halas is érte énekünk, a nyiadas szájon rája, a hany volton csap a rája, adott legyen a ruhája, hasa húsa meg a haja, pozi focis kis bendője, kulbaszt rejtő zsebkendője, okos gáza szerelője, semmi zsolti lenelője, minden szava nedve szánt, szánt élt víz mit kitűszent. Amen. Na, gyorsan elhozd a nyuszi motrot, azt gyere. Nem? Jó van, gyerek. Ha nem gyűsz, akkor mész a papával a presszeukba. Vár már szóltam neki, hogy ma nem megy, már nem akkor. Meg nem is ér rá, sikalja a raspolyt, és ő vigye az a rexire. Nehogy anyu nyaljon egy betörőt. De ha nem gyűsz velem, akkor elengedem a papát, azt mész vele a presszeukba. Meg hogy tócsászni? Megint pisás lesz a hajad. Neked kell majd kiönteni a büdös csikket a presszóba, hordani a Hubertust. Hallgathatod a nótázást, a didáj, a didit, de a pakótú, az már fekete misa. Jó van, gyerek. A papa megint vesz neked fosorúfagyit, aztán csipa fel neked a sok törlésti. Na, gyere, inkább veszek én neked a templombutikban fröccsöntött Szűz Máriát, könnyezőt. Megnyomod a buksiját, aztán priszkül a szeme. Jó, kapsz feszületnyalókat is. Inkább kész judásos kustartót. Amilyen a papbácsinak van, az a himbálódzó akasztott emberes. Hát jó. Na, gyere! Megérintheted már most Krisztus tornagatyájának a leendő helyét. A Semmén bácsi hozta. Azért ment Iránba, nem álmatom el. Persze, hogy a gatya Krisztus éve út. Hát Kínában csináltatta. Bála is van írva bizonyítékről, hogy Marein csina. Meg a Massiba ma mondta, ha? Nem gyűsz? Na jó. Akkor nem lehetsz kukas! Na ugye, hogy gyűsz? Ó, ma szólnak is a harangok.